Piroska és a farkas Volt egyszer egy aranyos kicsi lány, aki csak ránézett, megkedvelte. Legjobban azonban a nagyanyja szerette. Egyszer csodás kis sapkácskát ajándékozott neki, piros bársonyból. Ez a sapka olyan jól állt a kislánynak, hogy az már nem is akart mást felvenni, csak ezt a szép sapkát. Így aztán ettől kezdve piroskának nevezték. Egy nap így szólt édesanyja. Gyere, piroska, beraktam a kosárba egy üveg bort és egy kalácsot. Vidd el a nagymamának, Beteg is, gyönge is, ez jót fog tenni neki. Indulj hát, mielőtt beáll a hőség, de először is lenetéri az útról, mert ha elesel, összetörik az üveg, és semmi sem marad a nagymamának. És ne felejtsd el, Piroska, nézz a nagymamára, amikor köszönsz neki. Piroska megígérte. Minden rendben lesz, és vidáman útnak indult. A nagymama kint lakott az erdőben, fél óra járásra a falutól. Amint piroska az erdőbe ért, arra jött a farkas. Jó napot, piroska! mondta elég barátságosan, hová mész ilyen korán? Kiroska nem tudta, milyen gonosz állat a farkas, így hát nem félt tőle. Jó szívvel felelte: Nagymamához megyek, viszek neki kalácsot és bort, beteg szegény, ettől meg fog erősödni. Aztán hol lakik a nagymamád? kérdezte a farkas. Innen még vagy negyed órányira, felelte piroska gyanútanul, Az erdő közepén, a három nagy tölgyfalat van a háza. Úgy, mondta a farkas barátságosan. Magában azonban azt gondolta, ez a kis fiatalka jó falat lenne, jobban ízlene, mint az öreg. Hogyan is csináljam, hogy mindkettőt megkaparincsam? Egy darabig csöndesen poroszkált piroska mellett. Aztán egyszerre furfangosan így kiáltott. Nézd csak, milyen szép virágok, piroska! Csak nézd körül, és hallgassd, milyen kedvesen csicseregnek a madarak! Úgy szaladsz, mintha iskolába sietnél. Piroska körülnézett, észrevette a fák között megcsillanó napsugarakat. És micsoda gyönyörű virágok! Nagymama biztosan örülne egy tarka hiszen még nem volt késő. Piroska letért az útról, és virágot szedett. Eközben egyre mélyebben került az erdőbe. Ez alatt a farkas a nagymama házához futott. Kopogott az ajtón, és elváltoztatott hangon így kiáltott. Én vagyok az, piroska! Kalácsot és bort hozok neked! Nyitva van! felelte a nagymama. Ekkor a farkas lenyomta a kilincset, berontott a szobába, és bekapta a nagymamát majd magára kapta a ruháit, föltette a főkötőt, és befeküdt az ágyba. Piroska ez alatt dús virágcsokrot szedett. Hirtelen eszébe jutott a nagymama, és a legrövidebb úton hozzá sietett. Csodálkozott, hogy az ajtót tárva nyitva találta. És amikor belépett, különös érzése támadt. Lassan az ágyhoz ment ott feküdt a nagymama, aki nagyon furcsán nézett ki. Piroska felkiáltott. Nagymama, miért olyan nagyok a füleid? Hogy jobban hajjalak, felelte a farkas. Nagymama, miért olyan nagyok a szemeid? Hogy jobban lássalak. Nagymama, Miért olyan nagy a szád? Hogy jobban bekaphassalak! Azzal egyugrással termett a farkas az ágyból, és lenyelte piroskát. Aztán visszafeküdt az ágyba, elaludt, és úgy horkolt, hogy beleremegett a fal. A vadász az erdőt járva, Épp a nagymama háza előtt ment el, csodálkozott, milyen erősen horkol az öregasszony. Belépett a házba, és meglátta a farkast. Mivel úgy gondolta, hogy talán még megmenthető a nagymama, nem lőtt rá. Inkább ollóval felvágta a fenevad hasát. Néhány vágás után kiugrat piroska aztán előbújt nagyanyó is. Gyorsan megtöltötték a farkas hasát kövekkel, és összevarták. Amint a farkas felébredt és odébb állt volna, holtan zuhant a földre. Most már a nagymama, piroska és a vadász nagyon elégedett volt. A nagymama megette a kalácsot, megitta a bort, és új erőre kapott tőle. Piroska pedig megfogatta, Soha többé nem térek le az útról, ha egyszer édesanyám megtiltotta.